De nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, egy kicsit az üvegfestésről beszélgessünk. És az első kérdésem az, hogy hogyan is jött az, hogy üvegfestéssel foglalkozzál? Hát azt kell rólam tudni, hogy én 25 évig először bankban dolgoztam. Bruttó 25 évet. És mindig is szerettem kreatívkodni, de igazából nem azt a vonalat vittem, hanem a szülői mintát. Mindenki bankos volt a családban, úgyhogy ez nem nagyon volt jellemző. De most pontosan 11 évre, ha visszaugrunk, én akkor a családommal Bécsben voltam, egy pár napot kirándultunk, és a Hundertwasser házba is elmentünk, megnéztük, és az egyik teremben üvegfestő kiállítás volt. Én akkor, megmondom őszintén, azelőtt sose láttam ilyet, és úgy elvarázsolt, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy én ebből a teremből nem tudok elmenni. És akkor volt egy olyan gondolatom, hogy hát nekem ezt mindenképpen meg kéne tanulni, mert annyira, annyira tetszik. És még ugyanabban az évben Balatonon szintén volt egy ilyen kis zsibvásár, és ott is volt egy kiállító, aki üvegfestett képeket vitt. És akkor azt már úgy gondoltam, hogy nekem ez egy jel, és nekem mindenképp meg kell tanulnom ezt a festést, és elkezdtem kutakodni az interneten, és egy nagyon-nagyon szimpatikus üvegfestő hölgynek a két napos tanfolyamára akkor be is iratkoztam, szerintem egy hónapon belül. És még azt is érdemes tudni, hogy akkor én nagyon benne voltam egy mókuskerékbe, úgyhogy mondtam is magamnak, hogy hát úristen, most normális vagyok én, hogy eljövök egy ilyen hétvégi kétnaposra, amikor annyira fáradt vagyok, és én ott éreztem meg először, hogy ha valaki olyat csinál, amit szeret, és ez engem nagyon magával vonzott, akkor föltöltöttem. Tehát semmilyen fáradtságérzetem nem volt a végén, és igazából itt indult el valami. Miért imádod az üvegfestést? Mi az, ami megtetszett benne? Oké, egyrészt a látvány, amit mondtál, hogy az elvarázsolt, de mi a, amikor csinálod abból, mi az, amit nagyon imádsz? Hát igazából az, hogy amikor festek, én annyira oda koncentrálok, hogy akkor egyáltalán nem gondolok semmi másra. Tehát én azt úgy is szoktam mondani, hogy nekem ez egy ilyen meditációs folyamat. Igen. Úgyhogy én ezt a nagyon jó rezgéseket érzem, töltődöm, és hát mondom, nekem ez mindenképpen jó, hogy a mindennapi mókuskerékből az embernek amúgy is cikáznak a fejébe mindenféle gondolatok, és ez nem feltétlenül jó, sajnos. De hogy itt teljesen le lehet ezeket tenni, és akkor megszűnik az idő, a tér, minden. És hát maga a folyamat is. Én imádok kontúrozni, és amikor már szép a kontúr, készen van, utána imádom a színeket kevergetni és kitölteni a területeket, és hát a kész alkotás is teljesen elvarázsolja az ember szerintem. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Figyelj csak, hogy milyen technikák vannak itt az üvegfestésben, tehát hogyha mondjuk valaki elmegy hozzád egy rövidebb workshopra, egy hosszabb workshopra, hogy mire tud képes lenni, mire lesz képes, mire számíthat? Hát sokan félve jönnek hozzám, de ezt tudom mondani, egy példának egy nagyon jó barátnőm is meghívást kapott tőlem, hogy gyere fessél, és úgymond, hát mondta, hogy na jó van, elmegyek festeni, de olyan semmilyen, hogy is mondjam, tehát nem volt benne ilyen lelkesedés. De ahogy elkezdte kitölteni színekkel a képet, úgy nyílt meg ő is, és hát ezt is elmerte mesélni, hogy ő azért nem olyan nagy kedvel jött, de mégis annyira elvarázsolódott a folyamat közben, hogy a végére teljesen kinyílt. És azt is érdemes tudni rólam, hogy hát szerintem 2017 óta tartok hát kisebb-nagyobb fős workshopokat, de az ilyen alacsony létszámú workshopok mindig annyira jó beszélgetések alakulnak ki közben, hogy ez egy plusz dolog. Na, de visszatérve a kérdésre, tehát nem kell, hogy előképzettsége legyen az embernek semmilyen, mert annyira, tehát van egy sablon, és az alapján a kontúrt megrajzoljuk, és utána az adott területet kiszínezzük. Én nem használok ecsetet, hanem hurkapálcával visszük fel az anyagot, és szerintem ez egy plusz varázslatos folyamat. Úgyhogy hát szerintem nagyon jó érzésekkel jönnek el mindig az alkotóim, és visszatérő vendégeim vannak, azért gondolom, hogy szeretik. Igen, szeretik igen. Ezt az egészet. Tudsz mutatni képeket, amiket, hogy mit képzeljenek el, hogy miket lehet alkotni nálad? Hát sablonok vannak nálam, pontosan már a következő workshopokra készülve. Például mondjuk egy ilyen napraforgó. Nagyon virágos, igen. Akkor akár lehet pávát is festeni, hogyha valaki jó. Szeretne. Igen, igen. Ilyen kis fantázia rajzok. És közben azt is mondom, hogy
hogy nem kell, hogy mindig ugyanazokat a színeket használjuk, például a pipacsnál a pirosat, hanem teljesen el lehet rugaszkodni a színektől. Akkor én nagyon-nagyon szeretem az ilyen levélkés. Igen, nagyszerű, olyan gyönyörű színekkel lehet kitölteni. És hát nem is csak színeket, hanem mindenféle ilyen extra plusz, például csillámpor, vagy füstfólia, ilyen kis olyan díszítő elemeket szoktam még használni, ami még plusz varázslatossá teszi a képet. Én szerintem ez is nagyon jó kis folyamat. Ezeket a képeket ők kontúrozzák ki a tanfolyamon, vagy te viszed az előkontúrozott képeket? Hát én előkontúrozom, mert úgy gondolom, hogy azért ez a legnehezebb része az üvegfestésnek, de tervben van az is, hogy én két napos tanfolyamon teljesen a nulláról is meg tudom tanítani a lépéseket. Hát ki mennyire érzi magában ezt úgy, hogy ezt most megcsinálja, vagy nem. Sokan azt mondják, hogy jaj, nem tudok kontúrozni. Tény, hogy az elején még nekem sem ment annyira jól, de hát a rengeteg gyakorlás, meg a jó, tehát az, hogy én ezt szeretem csinálni, és sokat Igen. csinálom, tehát a gyakorlás teszi a mestert, úgyhogy el lehet jutni arra a szintre, hogy az ember magának is meg tudja csinálni.